Kiütés a Zsigmondi csarnokban, győzött a bajnoki nyitányon a Nagykanizsai futsalklub. Bagó Gábor együttese az MB2 nyugati csoportjának első fordulójában a Reacot látta vendégül. Már az első percektől kezdve dominálni tudott a házigazda együttes, amely a tét meccsen most debütáló Bogyó Károly góljával szerezte meg a vezetést. A kanizsai csapat nem állt le, a szép számú közönség még 3 hazai gólt és abszolút délzalai fölényt láthatott az első félidőben. Bár a 14. percben szépítettek a vendégek, és ezt követően pár percig egyenrangú ellenfelei voltak a kanizsának, de Szakmeister János szépségdíjas gólja után újra a délzalaiaknál volt a lélektani előny. A második játékrész második percében Bogyó Gároly megszerezte saját maga 3. és csapata 5. gólját, ezzel eldöntve a találkozó érdemi kérdéseit. A végeredmény 8-2 lett, Bagó Gábor együttese jövő hétfőn a TFS ellen lép parketre Budapesten.